Az iménti összeállításban már láthatták Csocsó Bohócot, aki most itt személyesen megtisztelt minket a jelenlétével. Szia, kedves! Szia! És hát ugye gyakorlatilag te a Vidornak egy állandó szereplője vagy már évek óta, és nagyon várod, valahol olvastam, hogy ez igazándiból a koronája a te évadodnak, és nagyon készülsz is rá minden évben. Mióta vidorogsz? 2004-ben voltam először, és azóta szinte folyamatosan, tehát hogyha nincs külföldi turné, akkor itt vagyok mindenféleképpen a Vidor idején, és igen, jól tudod. Én inkább azt mondanám, hogy egyfajta kikapcsolódás, feltöltődés, tehát igen, persze, hogy készülök új számokkal, új ötletekkel, de mégis nagyon-nagyon, tehát hogy nagyon-nagyon jól érzem magam itt Nyíregyházán, és nagyon szeretek idejönni. Azt mondják ugye ránk magyarokról, hogy pessimisták vagyunk, búskomorak, hogyha félig van a pohár, akkor mi azt nézzük, hogy csak félig van és nem egészen teli. Azért neked van már összehasonlítási alapot közönségeket nézve, hogy a magyar közönség ezek szerint nem olyan jó, mint mondjuk egy napsütötte országban élő vidámabb. Ezt én így nem mondanám, mert nagyon-nagyon jó a magyar közönség, nagyon-nagyon szeretem, hiszen én itt nőttem föl ebben a kultúrában, tehát hasonszörűek vagyunk. Az megfigyelhető, hogy más humoron nevetnek az ország más-más részein, ehhez alkalmazkodni kell, de ez csak egy kihívás, tehát hogy nem érzem azt, hogy pessimistánk lennénk, vagy pessimistábbak, mint a környező országokban, vagy bárhol. Mondjuk egy ilyen fesztivál, mint ez a Vidor, ugye alapvetően szerintem, aki arra megy a programokra, az fel is vértezi magát azzal, hogy ez egy tök jó dolog. Mi nyíregyháziak ugye végtelenül büszkék vagyunk rá, hogy egy olyan rendezvény, ami bárhol a világban tényleg egy nívós rendezvénynek számítana. Tehát egy kicsit egy ilyen felfrissült lélekkel megyünk. Úgyhogy azt gondolom, hogy jó is ilyenkor neked találkozni ezekkel a jó fej arcokkal. Nagyon-nagyon óriási élmény. Két-három nappal ezelőtt találkoztam egy sráccal, aki szerintem már úgy 18 fölött van. Ő 3 éves korától végignézte szinte az összes előadást. Civilbe voltam, este volt, de mégis odajött, hogy szia Csocsó, örülök, hogy itt vagy, megölelt, és még megyek hozzátok, majd beszélgetünk. És mióta, vagy hogyan készülsz például kifejezetten a Vidorra? Mikor kezdted az alapozást? Hát én azt gondolom, hogy folyamatosan, tehát hogy minden évben készül új produkció, új műsor. Ez egy elég összetett folyamat, mert oké, hogy megírom nyersbe, meg a rutinom által összetudom olyan szinten rakni, hogy tudom, hogy kb. Milyen reakciók lesznek, milyen reakcióra hogyan kell reagálnom, tehát föl tudom építeni, viszont ezt élesbe ki kell próbálni. Tehát lényegében az egész évad folyamán kis morzsákat, kis patronokat puffogtatok és tesztelem, hogy mire ide érek, addigra működőképes számmal tudjak kiállni a nyíregyházi közönség elé. Mennyire van benne az improvizálás lehetősége? Elmondok egy titkot, van benne, de nem improvizáció. Tehát, hogy nagyon-nagyon feszes és nagyon-nagyon megtervezett. De ne mondd el senkinek, titok. Oké. Azt tudom, hogy ugye a bohócok is nagyon megosztóak, hiszen vannak gyerekek, akik rajonganak a bohócokért, vannak, akik egy picit tartanak a bohócoktól, és így figyelve a testminket, azt gondolom, hogy nem tudom, hogy mennyire tudatos, de nekem legalábbis eszembe sem jutna, hogy rossz érzéseim, vagy félelemérzésem legyen. Ez mennyire volt tudatos, ez a smink? Tudatos, amire gondoltál, ez a bohócfóbia. Uh-huh. Ez egy valós jelenség. Ettől függetlenül is van, tehát gondolj bele abba, hogy kisgyerek vagy, a szüleidet látod, a kis barátaiddal játszol egész nap, és szemtől szembe találkozol egy nagycipős, kifestett, élő emberrel, nem biztos, hogy örülsz neki. De ettől elvonatkoztatod, tehát megijedhetnek. Maga a bohócfóbia pedig az abból fakad, hogy a smink, amit régebben klasszikus sminkként használtak a bohócok, azok elfették a mimikai vonalainkat. Uh-huh. És ezáltal a metakommunikáció, amit az arcunk mutat, a szöveggel vagy a testbeszédünkkel
a rajz miatt nem volt egyensúlyba, meg nincs egyensúlyba. Uh-huh. Ezért tudatos ez a smink, ami rajtam van, mert ezek a saját mimikai vonalamra épülnek, tehát az én arckifejezéseimet erősítik föl, hogy távolról is jobban lássák. És ezért nem ijesztő, mert saját, tehát teljes mértékben saját. Beszéltél a cipőről, na most hogyan kerül a cipő az asztalra, úgyhogy megkérlek, hogy tedd föl, légy szíves az asztalra. Tessék. Óriási! Hát ebbe azért gondolom, hogy meg kellett tanulnod járni. Igen, ez külön óra a bohóc képzésben, hogy bohóc járási menés, ebben van, miután balettre, meg jazzbalettre, meg mozgás koordinációra épülő történet, sok minden van, de van olyan is, hogy meg kell tanulni a saját cipőt bejárni. Tehát, hogy, és a mai napig, tehát hogyha új cipőn készül, akkor az nem megyek úgy föl színpadra, hogy előtte egy 4-5 órát nem sétálok benne, akár kutyát sétáltatva is, a szomszédaim legnagyobb örömére. Mennyi ideig bírja a strapát egy hát ilyen bohóc cipő? Egy másfél év. Akkor azért elég sokat talpasz, ez azt jelenti, hogy népszerű vagy, és sokan keresnek. Hát elárultad, hogy ugye ezt végül is nem autodidakta módon tanultad meg a trükkeit, hanem te igazi, klasszikus artista és bohócképzőiskolába jártál? Bohócképzőiskolába jártam. A végzettségem szerint okleveles hivatásos előadó művész vagyok, artista művész. Bohóc művész, ez egy ilyen szép, hosszú mondat. Csocsukám, nekem azt mondd el, ugye neked van egy normális, civil, polgári foglalkozásod, de mégis a bohóckodás az, ami a te szerelmed lett, vagy az élet feladatod, vagy a hivatásod. Az a hivatás. Mikor érezted először ezt az elhívást, hogy neked ez a feladatod? Érdekes, mert... Volt egy határvonal az életemben, a főiskola után, amikor döntést kellett hoznom, hogy most elmegyek civil irányba, aminek tanultam, vagy csinálom azt, amit 13 éves korom óta csinálok, hogy bohóckodom. Én akkor letettem a bohóccipőt, meg a bohócorot mert azt gondoltam, hogy ez a normális választás, ez a család elvárás, felnőttél, meg minden felnőttem, meg és nem. Vége. 3-4 év kellett hozzá, tehát hogy 3-4 évig nem tudtam, hogy miért nem érzem jól magam a bőrömbe, és akkor rádöbbentem, hogy hát de nekem ki kell állni, nekem nevettetni kell. Ez a hivatásom, ezért vagyok itt. Van egy 3 éves kisfiad. 6. Már 6. Szóval van egy 6 éves kisfiad, aki azért lát téged bohóckodni, vagy ő pont, neki te az apukája vagy? Pont most jutottunk el arra a szintre, én nagyon próbáltam arra odafigyelni, hogy amíg nem tudja különválasztani az álomvilágot a valóságtól, tehát nem tudja megfogalmazni, meg nincs tisztában vele, addig ne keverjen engem össze a bohóccal. Uh-huh. Tehát, hogy ő addig ugyan látott, de akkor még nagyon pici volt, onnantól pedig tudatosan odafigyeltem, hogy ne lásson fellépés közben, mert akkor én azt gondolom, hogy összemosná azt, hogy apa, meg bohóc. Mert a bohóc otthon, apa, nem bohóc. Tehát nem bohóckodsz apaként. Nem, mert én az apukája vagyok. Most már eljutottunk arra a szintre, hogy tudja, rájött, mert direktben nem lett vele közöl, vagy te figyelj, kisfiam, édesapád bohóc. Nem, egy autós beszélgetésbe ült hátul a gyerekülésbe, és egy mint egy villám mondta, hogy de apa, te bohóc vagy, ugye? Mondom, igen, de honnan jött a gondolat? Honnan tudod? Összeraktam. Azt hittem, megtalálta a bohócorodat, vagy a cipőt kikandikált a cipőt. Tehát, hogy azt látja meg, rajta mondjuk nem látja, mert otthon nem szoktam beöltözni, de látja, hát megérinthet mindent, kipróbálhat mindent. Gyakoroltam egy új számot, pohár zsonglőr számot, látta először a gyerek, és akkor volt 3,5 éves. És mondta, hogy apa, te mekkora zsarnok vagy! Nem, mondom, zsonglőr. Jó, zsonglőr! Szerinted megfertőzöd ezzel? A színészek ugye azt mondják, hogy na, csak színész ne legyen. Nem tudom, mert még bohóccal nem beszélgettem erről. Én nem mondom azt, hogy ne legyen bohóc. Azt gondolom, hogy az alma nem esett messze a fájától, tehát vannak jelek, amik arra mutatnak, hogy ő valamilyen művészi pálya fele fog menni. Legyen az ő döntése, legyen boldog, találja meg azt, ami számára a legjobb. Tehát, hogyha ő bohóc szeretne lenni, akkor legyen bohóc. Hát, hogyha tudod, a genetikának lehet hinni, akkor valahol azért ezek a vágyak, vonzások és mindenféle kreativitás is továbbadódik, úgyhogy biztos ott csörgedezik a kis ereiben. Csocsókám, már csak annyi időnk van, hogy gondolom most a Vidornak vége, akkor egy kicsit pihensz, azért tele van az évadod? Sokat dolgozol? Most még a szeptember az teljesen. Tehát, hogy majd szeptember végén lesz egy kis leállás.
szusszanás, és aztán indul a karácsonyi november közepétől december 31-ig az év lezárása. Hát akkor nem mondom azt, hogy jövőre veled ugyanitt, illetve mondom azt, meg akárhol még a világban. Reméljük, hogy nagyon sokaknak nagyon szép pillanatokat és vidám önfeled pillanatokat okozol, akár a Vidoron, akár máshol a világon. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm. Mi pedig, kedves nézők, folytatjuk, mégpedig a híradóval, a híradó után pedig várjuk Önöket.